Nyírbátor gazdasági, kulturális és történelmi szempontból is már Bereg megye egyik meghatározó települése. 2014 óta 29 pályázatot nyert, több mint 17 milliárd forint értékben. A beruházások között szerepelt például útépítés és felújítás, turisztikai és oktatási fejlesztés, valamint segítették a településen működő vállalatok korszerűsítését is. Tavasszal pedig elindulhat a nyírbátort az M3-as autópályával összekötő útszakasz felújítása is. A további tervekről a város polgármestere Máté Antal beszélt 35 perc című műsorunkban. Alapvetően mutatja szerintem nem csak nekünk, hanem mindenkinek a városnak az értékét, hogy minden évben legalább két-három, de van, amikor négy-öt évforduló is van. Legyen az a művészet oktatása a városban, valamelyik kulturális egyesület alapításának évfordulója, valamelyik fesztivál pár éve volt 50, éve, 50, éves a zenei napok, tavaly 25 éves a szárnyas sárkány, itt tavaly 100 éves a nyírbátori sport, idén 45 éves a város. Minden évben vannak nagyon komoly évfordulóink, és ez mind azt mutatja, hogy vannak értékeink, vannak hagyományaink, és ezekre jó alapozni, ezeket jó megmutatni, és ezeket jó tovább építeni valóban. A település úgynevezett okosváros alkalmazást is szeretne működtetni, amely többek között abban is segítene, hogy reggelente akár az ott élők mobiljai jelezhetnék, hogy aznap melyik utcában viszik el a szemetet. Nyírbátor az alapítása után viszonylag hamar megkapta a városi címet. Ezt a rangot azonban a 19. században visszavették, és 45 éve kapták vissza. Ezt egész évben ünnepli a település. Nyírbátorban egy nagyon pontos, fontos feladatunk, hogy egyszerre őrizzük a hagyományokat, és legyünk egy modern élhető város. Ez ugye azért is fontos, mert a városgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaság. Ezzel együtt jön a modernitás, ezzel együtt jönnek a fiatalok, a munkahelyekre, akiknek a mai kor igényeinek megfelelően kell kialakítanunk a lakókörnyezeteket, a közlekedést, a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Ide kapcsolódik az, hogy olyan informatikai szolgáltatást kell nyújtani. A mai fiatalok már nem szeretnek hivatalokba járni, interneten szeretnének mindent megoldani, és ez egy létező valós igény, és erre mi próbálunk reagálni fejlesztünk ehhez megfelelő applikációkat, alkalmazásokat, és ezeket is ebben az évben elindítjuk, és mindezt tegyük úgy, hogy a mi városunkban van két gyönyörű középkori templom. Nagyszabású rendezvényeket is tervez a város, valamint szimbolikus projektek is szerepelnek a tervek között. Ilyen lehet például egy állandó kiállítás, amely bemutatja az elmúlt 45 év gazdasági történelmi értékeit Nyírbátorban.